karácsonyi dekoráció, fenyődísz, adventi koszorú, papírbábok, mézes kalács díszítés és sólisgyurma. Csupán egy kis ízelítő abból a sok mindenből, amit a Paksi Kulturális Központ adventi készülődésén a kézműves asztaloknál lehetett készíteni. A gyerekek is nehezen tudtak dönteni, hogy mivel kezdjék a délutánt. Nagyon népszerű a sólisgyurma. Nagyon kedvelik a gyerekek, nagyon sokféle kis tárgyakat tudnak belőle készíteni, de a különböző kis papírfigurákból készített tárgyakat is kedvelik a gyerekek, sőt a természetes anyagokból, tehát a tobozból készített kis télapocska, angyalka is nagyon közkedve. A Bobita bölcsöde munkatársait folyamatosan körülvették a kézműves asztaloknál, de a lufi hajtogatásnál, az ugrálóvárnál és az arcfestésnél sem volt megállás. A Kulturális Központban az adventi készülődés visszatérő program így évvége felé. Voltak, akik már ismerték, és voltak, akik idén először látogattak el a rendezvényre. Igyekeztünk ide érni, mert még bármi program volt, mindig lemaradtunk az arcfestésről, és most kezdtük, és gyönyörű lett. Mert én szeretem ezt a szín, meg ezt a hoppá, csillát. És hogy sikerül a mézes kalácsot díszíteni? Jó. Nagyon jó ötletnek tartom, és különösen az a jó, hogy mindenhez oda lehet férni, van elég hely, nagyon aranyosak a szervezők, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget. Aki megéhezett mézes kalácsot majszolhatott, aki megszomjazott forró teát kortyolhatott. Aki elfáradt az ajándékkészítésben, ugrálásban és arcfestésben, lepihenhetett az előtérben berendezett mese moziban, ahol folyamatos volt a vetítés. A nap zárásaként a Varázscsengő című zenés bábelőadást ajánlották a gyermekek figyelmébe a Grimaszk Színház előadásában.